Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. A mai videónk témája nem más lesz, mint a klónsereg. Nagyon régóta terveztem már, hogy készítek nektek ebből egy videót, többen is kértétek már, és igazából nekem is a szívem csücske ez a prequel éra, maga a klónsereg, de igazából azért nem csináltam ebből korábban videót, mert nagyon kevés egybefüggő pontos forrásanyag lelhető fel ebben a témában, és igazából inkább szemezgetni lehet az információ morzsákból, amiből össze lehet rakni egy nagyobb képet, de az igazság az ezzel kapcsolatban, hogyha ezt a morzsákból összerakott képet összehasonlítjuk mondjuk a valóságban lévő hadseregek felépítésével, akkor igazából csalódnunk kell. Szóval arra gondoltam, hogy a videó második felében a klónseregről felelhető információkat le fogom vetíteni egy a valóságban is felelhető haderőre, ami nem más lesz, mint az általam egyébként nagyon kedvelt USA hadereje, de előtte nézzük meg azokat az infókat, amiket a Wikipédián felelhetünk. Tehát, Grand Army of the Republic, vagyis a köztársaság nagy hadserege, a klónsereg. A harmadik részben Jar Jar Binks Nabui szenátor javaslatára felruházzák Palpatine főkancellárt a rendkívüli jogokkal, amely által egyedül dönthet arról, hogy a köztársaságnak legyen egy hadserege. Igazából amit a Wikipédián erről olvashatunk, az tényleg az, hogy maga a szárazföldi haderő, a klónsereg igazából ebbe a kategóriába tartozik, viszont a klónseregnek a szállítására létrehozták a köztársasági flottát, vagyis a Republic Navy Fleet részcsoportot, ami igazából azért kapcsolódik ez az egészhez, mert a flotta hajói szállítják el a klónsereg egységeit a különböző bolygókra. Na! Hát igazából ez igen sovány és igen kevés, de mégis ehhez még ha hozzácsapjuk a klónseregnek azon részelemeit, amit egy-két korábbi videómban is hallhattatok már tőlem, konkrétan ezekre a videóimra gondolok, amit láttuk a képernyőn, akkor igazából már egy valamivel pontosabb képet is összerakhatunk, hogyha ezeket az infókat egy a valóságban is felelhető hadseregre próbáljuk meg levetíteni. Mielőtt most ebbe belevágunk, szeretném hangsúlyozni, hogy ez inkább egy vélemény a részemről, hogy hogy kellene ennek értelmes módon kinéznie ennek az egész klónsereg felépítésnek, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtam még a neten egyetlen olyan forrásanyagot, ahol így egyben le van írva ez az egész, és mondjuk a Lucasfilm Story Group-tól bárki is megerősítette volna, hogy igen, ez kánon. Szóval igazából inkább érdekességként kezeljétek a következőket, mint pontos információként, jó? Tehát például az Amerikai Egyesült Államok hadereje alapvetően négy haderőnemből áll. Ebből az első a szárazföldi haderő, ezt szokták hadseregnek hívni. A második a légierő, a harmadik a tengerészet, haditengerészet, és a negyedik pedig a tengerészgyalogság. Na most az első, a hadsereg, olyan gyalogos katonákból, illetve katonai egységekből áll, akiket általában egy kontinens belsejében szoktak katonai hadműveletekre alkalmazni. A második, a légierő, igazából megint szerintem egyértelmű, nem kell külön kirészleteznem, vadászgépek, illetve olyan repülőegységek, amelyek a szárazföldi egységeket szokták támogatni a háborúban, légi hadműveletekhez használják őket. A harmadik a haditengerészet. Na, a haditengerészetbe tartoznak olyan hadihajók, amik egyébként például a légierő adott egységeit szállíthatják, ide tartoznak még tengeralattjárók, illetve olyan szállító egységek, akik például a negyedik haderőnemet szállítják és támogatják. És akkor a negyedik haderőnem pedig a tengerészgyalogság, ami külön haderőnemnek számít, de alapvetően a haditengerészet egy kvázi külön ágának szokták körülírni. Igazából az a különbség a tengerészgyalogság és a szárazföldi haderő között, hogy ahogy mondtam, a hadsereget általában mindig olyan helyeken vetik be, ahol mondjuk leteszik őket mondjuk Európában, és akkor onnastól kell végigmenniük mondjuk például a második világháború idején egészen Németországig. Jó, ezzel szemben a tengerészgyalogságot olyan helyen szokták bevetni, ahol mondjuk ilyen szigetről szigetre kell vinni a katonákat, és igazából folyamatosan ki vannak téve annak, hogy kell harcolni szárazföldön, illetve nehezebb terepen, illetve ezek az egységek a kiképzésük által jobban alkalmazkodva vannak ahhoz, hogy a haditengerészet hajóin is olyan feladatokat tudjanak ellátni, ahol sokkal jobban funkcionálnak. Jó, és akkor a meglévő információk alapján hogyan lehet levetíteni végül is a köztársaság nagy hadseregét mondjuk az USA haderejére? Na most alapvetően, ahogy a videó első felében mondtam, a Wikipédiában felelhető infók szerint van a köztársaság nagy hadserege és van a köztársasági hadiflotta. Na most igazából, hogyha
az én értelmezésemben ezt le kéne vetíteni az USA hadseregére, akkor ez úgy nézne ki, hogy a nagy, tehát az USA hadereje, ez felel meg a The Grand Army of the Republic-nak, vagyis a köztársaság nagy hadseregének, ezen belül annak lenne egy szárazföldi haderő, vagyis hát planetáris haderő, mert ugye itt alapvetően nem kifejezetten víz, illetve szárazföld az ilyen meghatározó környezeti tényező, hanem a világűr és a planetáris hadművelet, tehát hogy egy bolygó felszínén kell katonai hadműveletben részt venni, és akkor ide tartoznának a bármelyik gyakorlatilag Clone Wars-os epizódban látható klónkatonák, vagy mondjuk a második, illetve harmadik részben is látható nagyrészt ilyen bolygókon harcoló klónkatonák. Igazából a külön légierő szerintem nem biztos, hogy lenne, mert az a flotta részét képezné. Ugye ez érdekes a magyar nyelv és az angol nyelv közti különbség, ugye? Navy Fleet, ugye ez azt jelenti, hogy haditengerészet, de ugye egy űrben lévő hajókból álló flottára nem fogod azt mondani, hogy haditengerészet, mikor a közelben nincsen tenger. Tehát ezt egyértelműen csak úgy fogod fordítani, hogy hadiflotta. Kész. És mivel a hadiflotta egységei olyan anyahajókból állnak, amik repülnek, alapvetően igazából egyértelműen hozzájuk kellene, hogy kapcsolódjanak a különböző vadászgépek, illetve amit mondjuk az amerikai hadseregnél a légierő kötelékébe sorolnál vadászgépek, tehát itt alapvetően nem gondolnám, hogy ebben az esetben ezt külön kéne bontani másik ágra. És akkor a kérdés igazából tényleg az, hogy lenne a harmadik haderő neme a köztársaság nagy hadseregének, a planetáris haderő és a flotta mellett. Igazából a Ki-Adi Mundinak van egy olyan egysége, akikre úgy szoktak hivatkozni, galaktikus tengerészgyalogság, a fenti videómban egyébként róluk már beszéltem, talán őket lehetne ide sorolni, de nem egyértelmű, hogy alapvetően tényleg ők most külön haderőnemet alkotnának, vagy ugyanúgy a planetáris haderőnem egyik részét képeznék. Ezen kívül még egyébként, amire gondoltam, hogy szívesen beszélnék nektek, a különböző elit alakulatok, ARC trooperek, ARF trooperek, illetve még a különleges klón kommandós egységek, de róluk majd egy másik videóban. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le neked, melyik verzió tetszik jobban. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!